Örökség vár rád. Gyere, gyere velem, hív a hajnal, nincsen felhő, nincsen csillag. Nincsen felhő, nincsen csillag, pihenj karjaimban. Večeras se moramo obući u belo, ići po kućama na stražno zlo i da ga vrak da nam istrava iz tih kuća.
Volit ćemo se da kuke, do sljedećeg godine se što više javlja. A dobrim domaći time da imaju što više pare zdrav stoli. Ima proti Ivana sin Rekina. Mene je od Ivan Zeljko. Nekaj mi smo i više rumcu Gratača, a pita je da je samo njima je Adam i škola Evo Zeljko. Dok se rade sa prvati, mi ne se rekli gore, štujem se kenta, moji više rumcu Gratači, Edina i Šalom Zeljko. Gela ba konja na vodu, jedno brato Boga, drugo vojno Boga, jedno brato Boga, drugo vojno Boga. Az idén kucsában 35 ember táncolta a pólót a városi sportcsarnokban. Egy 160 tagú vezes van a kísérletében. De a szerb támadású Szeles Mónika is, aki a világ legfiatalabb nem táncolna győztese. 16 éves és 169 napos korában tudott kívülni. Ivan, hogy az egykori osztrák-magyar monarchia részét képező Bosznia egy kisváros Trabni környékén született. Bosznia katolikus szülő gyermeke. 2 éves korában elveszik édesanyját, és 10 gyermekét nagyvényéhez kerül a kelet-boszniai Visegrád városba. Ekkor láthatta először a határmenti város a patinás hídját, amelyet később Nobel-díjas regényében örökít meg. A Nobel-díjas regénye 4 évszázad életét felveti előttünk. A regény cselekménye az Déna partján Visegrádban játszódik. A 16. századtól a híd építésétől kezdve 1914-ig a híd felrobbantásáig a Schneider. Morila me gonde, a lotu sađu tvoje patitine. E moje gonde, te anakonde, čazne spati. Za život smurila me svetle, zavila mi isti primetno. Ne neđu sedme, ne se ja tu medle, hoću jedni stigne. Fantastično, nikad bolje. Kao i uvijek, u stvari, ostaje jedan najbolji. Interesno sam se vas sam ješao, sad joj daš ti šok interes. Oja, što mi ćeš malo sam i sad zim. A kad joj tako jedan najbolji. Šta ti ovdje Valami most csak. Kao što je prethodnica rekla, veoma je bilo zanimljivo. Ja bih dodao još, pošto sam zaista puno gledao u različitim školama, različitih izvedbi jednog dana, da je bilo veoma maštovito. Vidi se da su se zaista uživala, da su i radila, pretpostavljam i planirala i pripremala sve ovo. Tako da zaista sam uživao. Koji vam se da najviše svidao? Pa, recimo ovaj sa... Pa recimo ovaj sa crtanim filmom. Dobar dan. Kako se vama činilo? Bilo je super, vi ste zlatni. I ja se nadam da ćete imati čas da biti ovako kreativni, fini, zlatni, dobri, kao što ste sad bili. Da li... Da li biste vi nešto pomijeli? U suštini ne. Interesantno je, ima što vi to. Jo, dođu mi se,
jako mi se svidalo, veoma je maštovito, naročito sa etno-milionerom. Sve pohvale, ja moram biti da nisam sve razumeo, ali ipak poznajem mađarski dovoljno da sam mogu da shvatim kontekst. U svakom slučaju, jako mi se sviđa i htio bih da poručim da bi bilo dobro da i neke druge časove tokom svog redovnog školovanja uradite na sličan način, ovako sa mnogo više učeničkog angažmana. Igen, az most sokkal jobban ízlik ez a balántok is. És így voltál, amikor eljöttem? Jó, hogy pártam vagyok. Azt hiszem, hogy ott fogok összeállni, de azért próbáltam a legjobb formát. Látom, megoldottad sikerül. Hát még, ha már volt egy kis kívánkán, emberben vagyok, én is látom. Persze. Nagyon jó volt. Igaz, hogy nagyon izgultunk, de örülünk, hogy vége lesz. Remé, vagyis látom, nem nagyon tudtál felelni a kérdésekre. Hát, nagyon izgultam is elfelejtettem. De azért tetszett, ugye? Meg kell mondtál valamit belőle? Neked? Ha megnézted, jól lejfog, tudod, jól lejfog, te vele, vissza lejfog. Zárdolgattam, felhiszem. Szia, szia, nagyon aranyos, örülünk! A helyes válasz A. Következő kérdés. Milyen vallású volt Danyiló Kiss? A. Katolikus, B. Pravoszláv, C. Zsidó. A postanak i život svake velike, lepe i korisne građevine, kao i njen odnos prema naselju po kome je podignuta, često nose u sebi složene i tajanstvene drame i istorije. Svakako jedno je izvesno. Između života ljudi u Kasabi i ovoga mosta postoji prisna vekovna veza. Njihove su sudbine tako ispredpratene da se odvojeno ne daju zamisliti i ne mogu kazati. Sin nastavnika, u stvari profesorice Manje, se zove Luka. Luka. Kako se Luka kaže? Luka. Dragi moji,
recimo mali, ja bih želeo da vam se obratim ako dozvolite. Ja bih se rekao, sada ste ti paru su mondali. Kako je jednako, render su jednako. Slogen je, od, eto sredstvo noć, kaže mašnija noć. Slogan ove manifestacije, to da, glasi, to je jedan drugačiji dan. Pa ja mislim da je drugačiji dan, da ostavite tako, da je mašnija noć, da je nego sada uđe, nije viš mašnija noć. Oni sada ti će, jer je mondani hoći, i noć muka, hoći, kudul neka, da mi je niko je, koja vende svinjem, oni od te sam štalijeta cijelja. Ja mislim da smo odradili jedan značajan posao i da smo postigli pravi cilj te manifestacije, taj pravi cilj jeste da se malo bolje upoznamo međusobno, iako se poznajemo već od malih. Odleteće ptice, ulice naše, ostaće bez sunca. Čovek ispratit će ženu, dugo na vetru, on stajat će sam jednom. Odlazi svako putem svog života, na rastanku srce samo kaže, ja ću se vratiti. A sad adio, a sad znaka. Hogy visszatér,